Bár velük a TV2 új arca, az Enebutik egyik műsorvezetője, Nóter Méri. Szép jó reggelt, szép jó napot nektek, sziasztok! Igazából itt mindenki nagyon kedves ismerősöm és barátom a stábtagok közül, és akkor így integettem a srácoknak. Figyeled egyébként? Mindenki szeretettek közül, imádom a rekettes hangodat. Igen, a beszéd hangszínem nekem mindig is igazából, és ahogy múlnak az évek, egyre-egyre többet éneklem, tehát így nagyon ércelődik, nagyon ércelődik. Hát azért érződik nyilván a munka rajta természetesen, de én ezt nem bánom, mert egyre egyedibb, és igazából a példaképeimnek is tök ilyen hangszíne van. Most ki szeretném emelni Bangó Margitot például, és a beszéd hangszíne neki is annyira markáns, arrogáns, hogy megszólal. Tehát, még ha nem is látod az arcát, hogy kiről van szó, és tudod, hogy ő az. Hogy érzed magadat az új szerepkörben? Ugye a Zenebutiknak az egyik műsorvezetője lettél. Igen, én nagyon-nagyon örülök igazából, hogy felkérést kaptam, és hogy belevethettem magam lényegébe a nagy-nagy álmaim és vágyaim egyikébe, és tulajdonképpen úgy gondoltam, hogyha már igazából új style így a munkában nekem, akkor miért ne egy új csatornánál kezdjem el tulajdonképpen a munkámat, a többi, hát a mérföldköves megugrásomnak az alapköveit letenni, és szerintem tök pozitív, illetve ahogy hallottam és informálódtam, akkor nagyon népszerű ez a kis műsorka, és remélhetőleg egyre-egyre népszerű lesz. Hogy tudod csinálni a műsorozatét? Áldott állapotban, hogy gratulálunk ezúttal is. Köszönöm szépen. Mennyire korlátoz ez téged, mennyire kell odafigyelned? Nézd, igazából nem túl nagy erőfeszítés számomra, hiszen... Hány hónap vagy hány hétnél? Hát három hónap. Három hónapnál. Akkor várj, akkor már lehet tudni a gyermeknek a nevét is, a 12. hét. Én nem szeretném megmondani még. Jaj. De te vagy egyébként. Nem, hát igazából még nem is tudom, de nem is szeretném elmondani, hogy melyik az a két név, mondjuk egy lány és egy fiú név. Amik sem közül... mondanád el, hogy mi a lány? Nem fogom. Azt nem tudom, igazából azon gondolkodom, lehet, soha nem is mutatnám meg a gyermekemet. És mondjuk a édesapa? Talán majd, mikor nagyobb lesz. Az édesapát, őt megmutatnám, nem mutatnám meg? Vagy... Hát ő nem akar megmutatkozni igazából. Ja, értem. Tehát de van beleszólása? Ki szeretne maradni ebből a nagy szelep világéletből? Van beleszólása a névbe, vagy nincsen? Neki? Aha. Hát abszolút nincs. Ezt a szerintem. Nem, igazából megveszik, de hát jó, nem szeretném neki én Alejandro, mit tudom én, Oszi Armando nevet választani. Genghis Khan. Szép magyar nevet. Régóta vagytok együtt a párodra? Hát már közel 8 hónapja igazából. Na, akkor szerelem gyerekek, abszolút. Hát nagyon remélem, részemről végül is az, de ha vele gondolok, hogy pont olyan időszakban jött ez a bébi, amikor nem is tudom már, hogy pozitív vagy pont a legrosszabbkor. Hát sokat dolgozol, tehát azért gondolom, hát ezt azért igen, nagyon mondod. Sokat dolgozom, igazából próbálom ugye a karrieremet tovább építeni, hiszen hamarosan elkészül a vadonatúj nagylemeze, már tényleg az utolsó csiszolások zajlanak, videóklipet fogok forgatni hamarosan, itt a műsor is, úgyhogy tényleg azért ezerrel a munkába. Akkor rosszkor jött a gyerek? De bírom, tudom. De várjál, rosszkor jött a gyerek? Most akkor várhatott még volna? Hát nem tudom, lehet, hogy nem a legjobb időzítés, de hát csak úgy. Mennyit vártál volna, még egy évet, vagy egy másfél évet? Hát nézd, igazából, ha már fél év múlva jött volna, akkor már túl vagy a nagy koncerten. Már azt gondolom, hogy könnyebb lett volna igazából, de talán pont az a baba miatt nem vagyok annyira, hát hogy mondjam, most inkább talán kultúráltabb és szolidabb vagyok így. Így azt gondolom a babával, és akkor próbálom... Akartam is mondani, hogy milyen szofisztikált lettél. ...az életemből, hogy ne okozzon kárt a magánéletemben. Mi lesz a prioritás, hogyha esetleg ugye azért gondolom, hogy idővel azért majd nem tudod ezt a tempót tartani. Mi lesz akkor, mi az, amiből vissza fogsz venni? Hát nyilván a koncertek. Ezen? A koncertek, azt igazából már előre látjuk, hogy mik a felkérések. Egyelőre, hát ilyen április végétől május, az biztos, hogy nem fogok koncertezni. Tehát azt most így elmondanám. Szünet? Akkor biztos, hogy szünet van, igen. Szünet, nyaralás, kis pihenés előtt. Úgyhogy hát a többit meg majd meglátjuk. Igazából nagyon sok előadó énekes van, aki már átélte ezt az állapotot, hiszen nem teherként élték meg ők sem, ez egy állapot tulajdonképpen. Áldott állapot. És igen, tehát ott vannak a zenekartársaim, a zenésztársaim, akik miért ne vigyázhatnának rá, például felváltva, hogyha riportozott egyet. Így most nem kell a gitár, menjél már vigyázni a gyerekedet. Úgy gondolom, meg ezért van a család, illetve a jó barátok. Hogyan érezted magadat a hétvégén a Sztárban? Hát fantasztikusan jól, igazából nagyon izgultam. Ugye Veréb Tamással léptetek szintetre. De nem a Tomi miatt izgultál, a jó képvisége miatt. Én maximálisan magamnak éreztem a produkciót. Tomi elbűvölt téged?
Nézd, nem azt mondom, hogy elbűvölt, inkább elismerem az ő tehetségét. Tehát véleményem szerint tényleg helye van a palettán, ahogyan ezt ki is nyilvánítottam, mert nagyon tehetséges, nagyon alázatos, szorgalmas srác, és igazából terényes, nagyon sok nem? olyan zenészt, énekest ismerek, aki nem ilyen szorgalmas, mégis sikeres. És mondj egy nevet! Csináljuk egy kis hírt! Csináljuk egy kis hírt! Nem szeretném, tehát én úgy gondolom, hogy maximálisan helye lenne közöttünk így a palettán. Neked ki a példaképed a zenében? Magyar palettáról. Magyar palettán mindenképpen én kiemelném Bangó Margitot, illetve inkább a régi motorosok. Tehát én mindig őket tekintem példaképnek, akik már több tíz esztendeje tényleg ott vannak a pályán, mert az, hogy mondjuk fönn vagyok 2 éve, 3 éve, hát most az lehet csak egy jó slágernek is a műve, hanem amikor már bizonyítottak, amikor kiérdemelte az emberek tiszteletét, és tényleg én úgy gondolom, hogy megállta a helyét, végigment tényleg. Csak neveket mondjál. És ki az, akivel mondjuk duettet énekelni, hogyha ez mondjuk egy kis könnyebbséget jelent, hogy így könnyebb nevet mondani? Nézd, nyilvánvalóan Bangó Margit. Rajta kívül, igen. Duettet szeretnék énekelni. Én már felhívom a Margitot, én komolyban kapcsoljuk be adásba. Jóba vagytok? Ismeritek egymást, gondolom? Ismeritek egymást, nem? Természetesen. Jóba vagytok? Jóba vagyunk, hogy ne lennénk jóba. De egyébként én mindenkivel jóba vagyok. Nem, velem szinte. Nem. Erikában meg csak viccel. Hát nem, ez igazából én már veled találkoztam, most meg nem mondom, hogy mikor és x évvel ezelőtt, mi még nem igen, találkoztunk. Találkoztunk akkor? Valahol találkoztunk. Csak láttál. De felejthető személy vagyok. Akkor nem te volt. Nem vettél észre ennyit. Tehát semmi, senkivel nincs egyébként problémám. Tehát én egy tök pozitív, jóindulatú lány vagyok. Ezt sokan szeretem. Nekem szeretnének rossz. Szerény. És ez még rá is volt tenészen az anyaiság, és ugye ennek a megjelenés egy nő életében még jobban kisugárzó. Szerintem te karakán kis nő vagy. Én úgy ugye mindenképpen én úgy gondolom, és ez a baba hidd el nem lenne, akkor még karakán lenne. Bonyodalmat okozni többet, szerintem annyira fel van fújva már minden, hogy hát nem tudom, ilyen bolhából elefánt szindróma, de én már csak nevettek igazából. Tényleg már röhelyesnek tartom sokszor az adott körülményt, amit szituációt, amiben belehelyeznek. Igen. Sok sikert kívánok érdekeket a műsorvezetéshez, gratulálunk még egyszer a gyermekhez is. Hát nem féltelek, mert biztos vagyok benne, hogy minden... Azért vigyázz magadra! És a nagy lemez, mikor lesz a bemutató? Már csak annyit árulja? Melyik bemutató? A nagy lemez. A nagy lemez bemutató, azt egyelőre nem tudom, a videókép viszont karácsony előtt fog megjelenni. Wow, lefoglaltátok már? Most fogjuk forgatni. Várni fogunk téged, szeretnénk, hogyha bemutatnál. Köszönöm szépen, szép napot!